Ez a Hírek Plusz a Szolnok Televízió napindító hírműsora október 22-én pénteken. Köszöntöm nézőinket! Október 20-a a csontritkulás megelőzésének világnapja. Betegség hazánkban több mint 1 millió embert érint. Ebben a betegségben is rendkívül fontos a megelőzés, ezért elsőként 1996-ban az Egyesült Királyságban szerveztek a népbetegségre fókuszáló kampányt, melyhez több mint 90 ország csatlakozott. Az orvosok ebben a hónapban fókuszáltan hívják fel a figyelmet a betegségre. Így néz ki egy egészséges csont, és ilyen egy idős, csontritkulásban szenvedő ember csontja. A betegség a csontképzés, csontbontás egyensúlyának felborulása következtében alakul ki. A csontok szilárdságát biztosító ásványi anyagok mennyisége csökken, a csontok szerkezete károsodik. Új csontképződés hiányában a csonttömeg megfogyatkozik, az érintett csontok teherbíró képessége, rugalmassága csökken, azok meggyengülnek és már kis erőbehatás esetén is könnyebben törhetnek. Magyarországon az eddigi statisztikai elemzések alapján körülbelül a lakosság bő mint 10%-a érintett a súlyos oszteoporózissal. Tehát körülbelül 1 millió 200 ezer. Hány éves korban jelentkezik ez, és hogyan tudjuk megelőzni, vagy milyen vizsgálatok szükségesek, vagy ildomosak ahhoz, hogy erre rájöjjünk? Tulajdonképpen vannak genetikai betegségek, amik a hátterében állhatnak, tehát azok bármikor, akár fiatalkorban, de általában a nőknél a változókor idején gyorsul meg a csontvesztés. Ez a nők körülbelül egy 10%-át érinti, akkor több csontot vesztenek, mint a átlagos évi 2-3%, akár 10%-ot is. Ezt nagyon érdemes figyelni, észrevenni, de van egy életkorral előre haladó csontvesztés. Ugye körülbelül 35 éves korunkra érjük el a csúcs csonttömegünket, onnan folyamatosan fogy a csontunk, nem mindegy, hogy kinél milyen gyorsan. Nagyon fontos a családi anamnézis, hogy a családban fordult elő nagyon hajlott hátú rokon, vagy olyan, akinek több törése volt, mert az lényegesen fokozza a rizikót, és ezekre a betegekre, vagy emberekre oda kell figyelni, és érdemes csontsűrűségmérést kérni, hogy megállapítsuk, hogy éppen hol tartanak az átlaghoz képest. Nagyon érdekes a szituáció, mert tulajdonképpen a házi orvosok küldhetnek szakmai szempontból csontsűrűségmérésre, de sajnos, ha ők küldenek, azt a TB nem finanszírozza. Tehát kompetensek, hogy küldjenek, de ha küldenek, akkor a TB finanszírozás nem csatlakozik hozzá, de itt megyénkben, a rendelőintézetben működő ODM, tehát osztodenzitometriás labor, az megoldja ezt a kérdést, mert beforgatjuk a betegeket a endokrin szakrendelésre, és akkor onnan már finanszírozható a vizsgálat. Még egyszer mondom, a házi orvosnak kompetenciája küldeni, de finanszírozás nem jár hozzá, ezért kell egy másik ambulanciára átforgatni a betegeket. Azokat érdemes küldeni, akinek valami rizikója van, vagy már volt oszteoporózis törés. Ennek két jellemzője van, az egyik az, hogy kis traumára, viszonylag kis traumára alakul ki, tehát nem kamion ütött el és eltört valamin, és a lokalizáció is típusos, a csukló, felkar, csípőtáj, gerinc. Csonttöréssel kapcsolatos halálozás, az meghaladja a nőknél az emdőrák halálozást, például, mégse figyelünk oda. 80 év feletti csípőtáji törésnek a halálozási kockázata hónapokon belül egy olyan 20-30%, gyakorlatilag 85-90% folyamatos a betegeknek, akik elszenvedik a törést, ágyhoz kötötté válik, és kis százalékban tudjuk újból
saját önnelátó életre, életet biztosítani számukra. Tehát ez a családnak is nagy megterhelés. Évente több mint 8,9 millió csontritkulásból adódó törés történik világszerte, azaz minden harmadik másodpercben bekövetkezik egy ilyen esemény, ami az 50 év feletti korosztályt tekintve minden harmadik nőt, illetve minden ötödik férfit érint. Múlt héten 9000 beteg fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. A legbiztosabb védekezés a betegség ellen az oltás. Az influenza elleni vakcinák már megérkeztek a rendelőkbe. Fontos lehet a tüdőgyulladás elleni oltás is, ám mindkét vakcinánál előbbre sorolják az orvosok a COVID elleni harmadik oltást. Egyre többen jelentkeznek az orvosoknál felső légúti panaszokkal. A szezonális, őszi, meghűléses vagy lázas, vírusos, esetleg bakteriális vagy covidos tüneteket lehetetlen elkülöníteni, annyira hasonlítanak, hangsúlyozzák a szakemberek. Beindult a felnőtteknél is, igen nagy számba jelentkeznek már ezekkel a felső légúti tünetekkel, nátha, torok, fájás, orfolyás, köhögés, szemgyulladás. Tünetek, panaszok alapján nagyon nehéz, szinte lehetetlen elkülöníteni a koronavírus fertőzéstől, mert szinte ugyanazok a tünetei. Egy-két dologgal azért lehet némi különbséget tenni, hogy részesült-e oltásban a beteg, illetve volt-e olyan környezetben, ahol elkaphatta ezt a koronavírus fertőzést, illetve hát más egyéb speciális dolgok is szóba jöhetnek, de igazából csak a teszteléssel lehet elkülöníteni ezeket a betegségeket. Legjobb, hogyha aki ilyeneket észlel magán, otthon marad, ha szükséges, akkor telefonon jelentkezzen nálunk, és akkor megpróbálunk segíteni valami úton, módon, elsősorban ne személyes találkozással, mert hát minket is megfertőzhet, illetve a rendelőben lévő többi beteget is veszélyezteti esetleg az ő bejövetele. Megkaptuk a mai napon az influenza védőoltás ampulláit, kezdjük a kampányoltást. Mindenképpen érdemes fölvenni, mert akkor legalább a következő fázisban az influenza nem fog bekavarni a tünetek elkülönítésénél, illetve olyat is mondtak, hogy azért a kétféle betegség együttes jelentkezése esetén jóval súlyosabb tünetekre lehet számítani, és mivel az elmúlt évben nem volt igazából influenza járvány a korlátozások miatt, most, hogy szabadabban élünk, várhatóan, mint ahogy mutatják ezek a felső légúti hurutos betegek nagy száma is, hogy várható, hogy ez terjedni fog. Érdemes beadatni az influenza elleni védőoltást. Évtizedek óta hirdetjük már, hogy a tüdőgyulladás elleni védőoltást is az influenza oltással egy időben érdemes beadatni. Elsősorban, hát finoman így mondjuk, hogy a nem annyira fiatalabb 60 éven felülieknek elsősorban, de főleg a krónikus légúti betegségben szenvedőknek, mindenképpen ajánlatos, daganatos betegeknek többféle védőoltás van a tüdőgyulladás ellen. Ezt egyénileg döntjük el, hogy kinek melyiket javasoljuk. Ezeket receptre előzőleg föl kell írni, tehát mindenképp érdemes egyeztetni a házi orvossal, hogyha valaki szeretné egyszerre beadatni, mert akkor már eleve hozza magával a korábban recepten felírt és kiváltott injekciót, egyszerre beadhatjuk. Elvileg nem lenne akadálya, hogy a koronavírus elleni harmadik védőoltást is egyszerre beadjuk az influenza védőoltással és a tüdőgyulladás ellenivel, azonban hát mivel új oltásról van szó, egy bizonyos óvatosság indokolt, azért, hogyha mellékhatások, tünetek, panaszok jelentkeznek, akkor nehéz elkülöníteni, hogy melyik oltás okozza ezeket, hogy a későbbiekben ezt akkor felhasználhassuk.
a harmadik oltást, akkor mondjuk egy két héttel későbbi időpontban már nyugodtan be lehet adatni. Általában úgy szoktuk, hogy két helyre, két külön helyre, egyik karba, másik karba adjuk be. Talán a járványnak a gyors terjedése azt sugallja, hogy érdemesebb először a harmadik védőoltást minél előbb megkapni, mert úgy az influenza tapasztalatok szerint úgy decemberbe, januárba szokott beköszönteni. Nem késnek el, akik esetleg az év vége felé adatják be az influenza elleni védőoltást, meg a tüdőgyulladás ellenit, inkább a harmadik oltást vegyék föl minél előbb. Megyénk legnagyobb szakképző intézménye második alkalommal szervezte meg az Együtt az egészségügyi szakképzésért konferenciát. A szakmai eseményen 24 egészségügyi szakképző intézmény pedagógusai vettek részt. Az országos szakmai nap célja elsősorban a tapasztalatcsere volt. Ez a második ilyen országos konferencia, amit iskolánk a Szolnoki SC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum szervez, az egészségügyi munkaközösség szervezi ezt a konferenciát együtt az egészségügyi szakképzésért. Úgy gondoltuk, hogy érdemes egy ilyen szakmai napra összehívni az országban sok helyen található egészségügyi szakképző intézményt, és a konferencia első részében szakmai jellegű előadások lesznek, a második részében pedig az Országos Kórházi Főigazgatóságtól felkért előadó, illetve a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara képviselője fog a szakképzés rendszeréről beszélni, illetve lehetőség van kérdésekre és válaszokra. Iskolánk régóta képez egészségügyi területen nappali tagozatos és esti tagozatos felnőtt tanulókat is, és nagyon kedvező a jelentkezések száma, tehát igény van, ugye nyilván a munkaerőpiacnak nagy szüksége van egészségügyi szakemberekre, és azt látom, hogy a tanuló ifjúságnak is van igénye az ilyen képzésre, és nagy örömmel mondhatom, hogy a jövő tanévtől van lehetőségünk indítani szociális ágazatban is kisgyermekgondozó és nevelő kimenetű érettségit adó nappali tagozatos osztályt, és ezzel azt gondolom, hogy szélesedik a szociális és egészségügyi paletta itt a megyében, illetve a régióban is. Itt a Vásárhelyében az egészségügyi szakképzés keretében milyen végzettséget szerezhetnek a tanulók? Nagyon jó együttműködésünk van a Debreceni Egyetemmel, a Debreceni Egyetem egészségügyi karával, és már tavaly is és az idén is van lehetőségünk okleveles általános ápoló bizonyítványt adni. Ez egy olyan magasabb szintű technikumi végzettség, amellyel a tanulónak lehetősége van, hogy beszámítsák az ő végzettségét felsőoktatásban is. Ez ugye a nappali tagozaton képzünk, illetve egészségügyi asszisztenseket. Ugye ennek az egészségügyi asszisztensnek nagyon sok szakmai iránya van, ide tartozik a gyógyszertári asszisztens, a radiográfiai asszisztens, tehát mindenféle. Ezen kívül képzünk még rehabilitációs terapeutákat, ennek két szakiránya van, a gyógymasszőr és a fizioterápiás asszisztens. Tehát gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy az egészségügy ágazatnak az összes szakmáját, szakmai irányát tudjuk oktatni. Miért fontos az, hogy az egészségügyi szakképzésben dolgozó pedagógusok számára összehívjanak egy ilyen konferenciát? Tehát minden ágazatban azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy napi szinten tartsuk a kapcsolatot egymással is, a tapasztalatainkat ki tudjuk cserélni, illetve a követelmények fejlődése, erősödése is az arra mutat, hogy nekünk együtt kell gondolkodnunk, és egységes rendszerben kell képeznünk országosan. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Hírek Pluszba. Friss információkkal, hírekkel 19 órától az Aktuálisban várom ismét önöket. Tartsanak velünk akkor is. Szép napot, viszontlátásra!